Ahhoz, hogy az élet lehetőségeket adjon, szükség van egy nagy adag optimizmusra. És ha még ez megfűszereződik határozottsággal, precizitással és mosollyal, akkor merhetünk nagyot álmodni, és valósítsuk is meg. Mai eseményünk nem főszervezője, hanem főszereplője és fűszerezője, egy olyan hölgy, aki szeret az emberek szemébe nézni. Kovács Molnár Anita. Baráti köröd arról árulkodik, hogy van némi szaktudásod a tarsolyodban a gasztronómia területén is. Így van. Úgyhogy ez egy visszautasítatlan ajánlat volt, hogy készíts nekünk valami finomat. Mi lesz ez, Anita? Ez egy pizzatekercs lesz, ami nagyon gyorsan és nagyon könnyen elkészül. Az egyik kedvence a baráti körnök, ilyen kis gyors összeülős szombatestékhez egy kis sörözés vagy borozás mellé gyakran szoktam elkészíteni a barátainknak, és a gyerekek is nagyon szeretik, úgyhogy pikpak készen van, és úgy gondoltam, hogy ma is ezzel készülnék nektek. Te egy nagyon nyitott nő vagy, én úgy gondolom. Ez a gasztronómiára is érvényes? Abszolút, igen. Szerintem a leginkább a gasztronómiára, tehát nagyon szeretek bármit kipróbálni. Mediterrán konyha az egyik kedvencem, úgyhogy gyakran készítek itthon olyan ételeket, amit esetleg mondjuk tengerparton megkóstoltunk, aztán hazahozzuk azokat a fűszereket, és megpróbáljuk itthon is leutánozni az ottani ízeket. A családod mennyire nyitott ezeknek az ételeknek a befogadására? Nagyon. A gyerekek is rugalmasak ilyen téren, a férjem meg aztán végképp, tehát ő mindig kezdeményező, még a tengeri herkentjüket is hazahozná, ha tehetné, de azt még úgy annyira nem vállaltam be. Viszont az olívás és a zöld fűszeres ételeket, azokat bátran. A bolgár konyhát nagyon szeretjük például. Van olyan különleges étel, amit nagyon szeretnél kipróbálni? Amit nagyon szeretnék kipróbálni? Gondolok itt a legextrémebb dolgokra, a sült csótánytól megkezdve, hát az élő polipig. Annyira nem, de egy jó tengeri herkentyűs menüt egyszer kipróbálok majd, ha megfelelő alapanyaghoz jutok, és meg tudom csinálni. Kicsit még rá kell gyúrni, de szerintem megoldható. Azt olvastam egy újságcikkben, hogyha neked rossz napod van, akkor a férjed előtt nagyon könnyen lebuksz, mert akkor háromfogásos vacsorával várod. Ez így van, tehát ez a stressz levezetés nálunk, hogy anya főz, süt, és... És neki mind meg kell lenni? Olyankor hívunk vendégeket, aztán a stressz az teljesen le van oldva. Igen, tehát az, hogy több fogásos vacsorákat főzök, az jellemző egy-egy nehéz nap, vagy egy nehéz hét után. És mi van, ha azt mondja, hogy egyáltalán nem éhes, és ma ne jöjjenek a barátok? Akkor berakjuk a hűtőbe, aztán járunk rá egy hétig. Ha már a férjednél tartunk, mi az a legjobb tulajdonsága, amivel le tud venni a lábadról mai napig? Abszolút türelmes és toleráns ember. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen társat adott mellém a Jóisten, hogy én nem vagyok egy egyszerű ember, de ő nagyon-nagyon tudja ezt kezelni, az én összes rigolyámat és hisztémet, és olyan észrevétlenül tud irányítani, ha kell. Úgyhogy ez a legnagyobb, legpozitívabb tulajdonsága, hogy észrevétlenül tud jó irányba terelni és segíteni. Tehát mindig is támaszom volt, és mindig is az lesz. Van olyan rossz tulajdonsága, amit, hogyha lenne egy ilyen varázsceruzád, és törölni tudnád egy karnyújtással, akkor azt megtennéd? Annyira rossz nincs. Néha jobban kinyilvánítanám a véleményét. Néha nagyon sokáig hallgat, sokáig tűr. Amit szerintem nem túl pozitív, viszont én meg túl hamar kimondom a véleményemet, úgyhogy lehet így egyensúlyozzuk, meg ellensúlyozzuk egymást. Jó, mi nők olyanok vagyunk, hogy mihelyt kimondjuk, azzal fel is oldjuk rögtön. Így van, így van. Ha nem mondanám ki, akkor belül maradnék és csúnya lennék tőle. Én mindig azt mondom, hogy tehát nem hagyom magamban semmilyen negatív dolgot és vélemény, az mindig kijön. Ha nem mondom ki, akkor kiül az arcomra, tehát ezt így nem lehet másként. Ő meg nagyon sokáig vissza tudja tartani, vissza tudja folytani, aztán mikor belőle kijönne, akkor van már
komolyabb gond, mert ha ő kimondja, akkor azt halálosan komolyan is gondolja. Én, amit kimondok, azt is komolyan gondolom, de lehet, hogy nem, tehát tovább nem őrizgetem magamban mondjuk azt a bosszúságot. És ő meg ilyen végérvényes, sem gondol mindent, ha egyszer kijön belőle ami sérelem, vagy valami bántja. Az egyetemi évek előtt ismerkedtetek még meg? Így van, én még gimnazista voltam, amikor mi összeismerkedtünk. Aztán már úgy mentem egyetemre, hogy mi már 2 éve együtt jártunk, és Ungváron mi össze is költöztünk annak idején. Annak idején mit szóltak ehhez a családtagok? Hát nem volt egy népszerű történet, vagy nem erősítettük a népszerűségünket. Fel voltak háborodva természetesen a szülők, hogy hát házasság nélkül, hogy lehet ilyen. Vadházasságban, és én meg voltam annyira karakánlány, hogy azt mondjam, hogy már pedig nem fogok férhez menni akkor soha, míg ki nem próbálom, úgyhogy tudok együtt élni egy emberrel. És akkor így ezt lenyomtuk végül is a család torkán, és összeköltöztünk, 4 évig éltünk együtt, amikor hazajöttünk már Ungvárról, és összeházasodtunk. Közben építgettük a kis fészkünket, terveztük a kis jövőnket, elkezdtem dolgozni, és így. Elkezdtél dolgozni a 10-es iskolában. Akkor még 8-as volt. 8-as iskolában. Igen, akkor még 8-as iskola volt. Aztán, de utána a 8-asból lett a 10-es. A 8-asból lett a 10-es 2011-ben. Én 2008-ban kezdtem el félállásban dolgozni először, akkor még 5. éves egyetemista voltam, és úgy dolgoztam, hogy délelőtt dolgoztam a suliban, délután meg fölbuszoztam Ungvárra, és végigültem az óráimat, este 9-re hazaértem, másnap reggel megint iskola, aztán délután egyetem, szóval így teltek az 5. évnek az első fele, mert ugye akkor még voltak óráink, aztán a második felé már csak gyakorlat. Úgyhogy 8-as iskolában kezdtem először magyar tanárként, és 2009-től pedig már szervező tanárként is dolgoztam. Hogyan jött az a váltás, hogy szociálpedagógiát kezdtél el tanulni Debrecenben az egyetemen? Úgy kezdődött, hogy 6 évig dolgoztam egy gyerekfejlesztő házban, ahol csak hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztunk, és a munka megkövetelte azt, hogy egyre többet és mélyebben tudjak erről a témáról, hogy mi az, amivel lehet ezeket a gyerekeket segíteni, mi valójában mire van szükségük, és tényleg, hogy szakmaiságot gyakoroljunk, tehát hogy szakmailag fejlesszem magam tovább, és akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy a Debreceni Egyetemnek van egy kihelyezett szociálpedagógus képzése itt Beregszászban a főiskolán, és én az első évfolyamra jelentkeztem, felvételiztem, sikeres felvételt nyertem, és ma már 3. éves egyetemista vagyok. A szociálpedagógusként pedig a 4-es számú középiskolában szeptembertől dolgozom, ami azt jelenti, hogy azokkal a gyerekekkel foglalkozom, és azoknak a gyerekeknek próbálok segíteni, akiknek van valamilyen szociális problémájuk, vagy hátrányos helyzetűek. Megpróbálok nekik olyan képzéseket javasolni, ami nem kerül pénzbe, például olyan helyekre irányítani őket, ahol ingyen foglalkoznak, fejlesztő foglalkozásokat végeznek. Tehát ezeket a gyerekeket próbálom koordinálni. Ezt csinálja egy szociálpedagógus egy iskolában. Vezetsz egy kultúrkuckót is? Így van. A kultúrkuckó az tavaly indult már, azt már 2. éve csinálom. Ott egy kis színjátszást, egy kis néphagyományt, egy kis népszokást elevinítünk fel, és éljük egy kicsit át. Luca napi szokások, tehát minden olyan kultúr rész, ami kimarad az órai keretekből, vagy a tanítónénik nem érkeznek ezzel úgy időben foglalkozni, akkor azokat mi délután pótoljuk. A kultúrkuckóba alsósok vesznek csak részt, velük foglalkozom, ők nagyon fogékonyak még erre, hogy lucázás, meg őszi
szüreti népszokások, farsangolunk rendszeresen, és akkor így átbeszéljük, hogy mik azok a népszokások, amik ezekhez az ünnepekhez kapcsolódnak, újra játsszuk őket, próbálok nekik minél több olyan játékot vinni, ami egy kicsit hasonlít ahhoz, ahogy nagyanyáink csinálták annak idején, hogy egy kicsit a múltunkat megőrizzük és tovább vigyük. Erről szól a kultúrkuckó. A szociálpedagógiához visszatérve, azt mondják a szociálpszichológusok, hogy nagyon kisgyermekkorban látszik az, hogy kiből milyen egyéniség lesz, hogy vezéregyéniség vagy visszahúzódó típus. És azon gondolkodtam, hogy tényleg eldől ez gyerekkorban, vagy pedig az élethelyzetünk azért irányítja a karakterünket, vagy befolyásolja. Mindenképpen van egy hozott érték, vagy egy hozott anyag, amivel mi pedagógusok nagyon sokat tudunk dolgozni, és nagyon sokat tudunk rajta fejleszteni. Tehát az, amikor egy gyerek visszahúzódó, és nem szeret megszólalni, és abszolút komplexusai vannak minden téren, azokat megpróbálhatjuk időben még orvosolni és kezelni. Nem tudom, hogy mennyire sikerül ez. Van, amikor nagyon nagy változásokat tudunk elérni, de gyakran előfordul, hogy csak egy minimális szinten, tehát mondjuk a közvetlen közegében tud megnyílni az a gyerek. Későbbiekben meg már annyira nem is biztos, hogy tudom követni a sorsukat, tehát már most van egy olyan generáció, akiket én neveltem annak idején az iskolában, tehát 10 év után már azért vannak felnőtt diákjaim, akiknek úgy próbálom a sorsát tovább kísérni. Van nagyon sok pozitív visszajelzés. Már nekem az is az, ha az utca másik oldalán megy, és átköszön, hogy csókolom, hogy tetszik lenni. Tehát ez már egy nagyon fontos dolog, amikor tudom, hogy honnan jött, és láttam azt, hogy lyukascipőben járt télen, és mondjuk szenvedélybetegek voltak a szülei, és soha nem törődött vele senki, csak mi esetleg pedagógusként. De még mindig értékeli, és hálás azért, hogy mi mellé álltunk. Ez indított el a szociálpedagógus szakmán, hogy az ilyen gyerekeknek tudjak segíteni, és legyen olyan képzettségem hozzá, hogy szakszerűen tudjak nekik segíteni. Te milyen gyerek voltál? Rossz. Rossz. Szerintem 3-4 fiú elveszett bennem. Mindig fiús lány voltam. Ketten vagyunk a nővéremmel, testvérek, nem volt fiú testvérünk, és valahogy ez a fiús vonás szerintem így kicsit belém szorult. Nem egy ilyen hercegnőképzőben nőttem föl, ez tény. Megpróbáltam mindig a jéghátán is fennmaradni, és szókimondó, és őszinte, és lázadó, nekem ez így. De gondolom, hogy határozott gyermek voltál. Igen, mindemellett határozott. Tehát voltak elképzeléseim, amit szerettem megvalósítani, ilyenek voltak például az iskolaválasztásaim, amit azt úgy eldöntöttem annak idején 5. koromban, hogy na, én már pedig gimnazista leszek, és hazajöttem a suliból, és közöltem édesanyámmal, hogy kértem gimnáziumi felkészítő lapot, és akkor én most felkészülök és felvételizek. Volt úgy, hogy 3. koromban hazajöttem azzal, hogy beiratkoztam a zeneiskolába. Egész jól tolerálták ezt a szüleim, tehát nem okoztam túl sok meglepetést már egy idő után nekik, és végig is, tehát mindig azok a dolgok, amikbe így véletlenszerűen csöppentem bele, vagy úgy adódtak, hogy adhok jelleggel és nagyon gyorsan, azok mindig nagyon jó pozitív véggel zárultak. Ahhoz képest, hogy fiús gyermek voltál, ez véletlen, hogy te március 8-án születtél? Hát ezt így akarta a sors. Hogy a nagy nemzetközi nőnapon jöttem a világra. Egyszerű esetem van így a környezetemnek, mi nem felejtik el a szülinapomat. Mindig ezzel szoktunk viccelődni. Viszont én egy szálvirággal mindig kevesebbet kapok, mert míg a nők általában kapnak születésnapjukra és nőnapra, és így most én csak egybe kapok, de ez egyáltalán nem baj, mert az én születésnapomat az egész ország ünnepli, mert szabad nap. Szerinted milyen tulajdonságokat tartottál meg gyerekkorodból felnőtt korodra? A határozottságomat mindenképpen, ez velejárója Kovács Anitának. Azt, hogy hiszek a jóban,
abszolút pozitív vagyok, és hiszek az emberi jóságban is. Aztán mindig csalódok egy kicsit. Rossz emberismerő vagy? Nem. Nem tartom magam rossz emberismerőnek, viszont van egy pici naívság bennem, hogy ó, hát ha mégse olyan rossz ez az ember, és mindig adok egy-egy új esélyt. Aztán, ha bebizonyosodik, hogy mégsem tévedett a megérzőkém, ráérzőkém, akkor azokat az embereket úgy kizárom az életemből. Nehéz ezeket a helyzeteket kiheverni? Úgy gondolom, hogy nem, mert nagyon sok jó ember van körülöttem. Tehát olyan több éves barátnőim, több éves barátságok vannak mögöttem és mellettem mai napig, akiket soha nem tudnám elképzelni, hogy hátat fordít nekem. Vannak új helyzetek is, amikor új barátságok jönnek, de a régiek azok a régiek, akikkel felnőttem, azok még mai napig. Fontosak neked a barátok? Nagyon, nagyon. Tehát a barátok a választott családunk, én azt szoktam mondani. Fontosnak tartom azt, hogy az ember mellett olyan barátok legyenek, akikre bármikor számíthat, és akik bármikor számíthatnak rám is. Nagyon fontos az, hogy kibeszéljük a mindennapokat és a tapasztalatokat, valamint az is, hogy tanácsot kérjünk egymástól. Én nagyon szeretem kikérni a környezetemnek a véleményét olyan dolgokról, amit el szeretnék kezdeni. Tehát bármi újba fogok, azt nem szoktam csak úgy elkezdeni, hanem megbeszélem férjemmel, családommal, barátnőkkel, mit gondoltok róla, hogyan lehet ezt kivitelezni, és ilyen több szem többet lát alapon, vagy több fül többet hall alapon, megosztjuk a tapasztalatainkat, hogy ezt most hogyan kellene, vagy ilyen. Szerintem is az egyik legfontosabb dolog az ember életében az a barát. Nekem nagyon hiányoztak a barátaim, mikor Erdélybe költöztem. A családom is ők, és a legrosszabb időszak volt az az életem, amikor azt éreztem, hogy nem tudok velük találkozni, és nem tudom elmesélni a napomat, mert a telefon az más. Az nem egy olyan helyzet, amikor összeültök, és kicsacsogjátok a problémákat, csak hogy kicsacsogjátok, azzal fel is oldjátok. Így van. De hogy indítod a napot, hogy jó lesz? Igen. Muszáj neki jónak lennie. Így. Van egy magánvállalkozásod, mivel rendezvényszervezéssel is foglalkozol. Azt a nevet adtad neki, hogy Perfect. Ez egy tökéletes név. A névválasztás az elég hamar jött. Olyan nevet szerettem volna a vállalkozásnak, ami minden nyelven jól hangzik. Minden nyelven ismert, minden nyelven le lehet írni, és ugyanazt jelenti. Úgyhogy így döntöttem a Perfect mellett. Erről is kikértem amúgy a család véleményét. Volt egy-két variáció, és mindenki erre szavazott, úgyhogy így lettünk. Perfekt rendezvényszervezés. Egyedül dolgozol, vagy pedig csapattal? Egyelőre egyedül, viszont vannak olyan rész munkák, amiket mindenképpen másokkal végeztetek el, ilyen a dekoráció, ilyen a zenei szolgáltatás, vagy videós, vagy fényképész, azokat én szervezem oda. Viszont magát a rendezvénynek a stílusát, a menetét, az, hogy ki fog benne dolgozni, és hol lesz, azt mindent én szervezek meg, a megrendelővel természetesen egyeztetve. A megrendelők általában saját elképzeléssel jönnek hozzád, vagy azért bíznak az ízlésedben? Változó, abszolút változó. Van, akinek van egy saját elképzelése, és csak azt szeretné, ha megszervezném, viszont van, aki tőlem kér tanácsot, hogy ezt hogy lehetne, vagy mi az, amit én ajánlok. Van úgy, hogy teljesen ütközik a te stílusoddal, te elképzeléseddel, te fantáziáddal az, amit kérnek tőled? Nincs. Úgy gondolom, hogy azt nem vállalnám el.
Nem volt még ilyen felkérés, amivel én nem értenék egyet, mondjuk nagyon rugalmas vagyok, ez tény. Viszont van olyan rendezvény, amit nem vállalnék be, ami az én egyéniségemmel abszolút ellentmond, például egy meleg felvonulás, biztos nem szerveznék meg semmi pénzért, tehát nincs az a pénz, bár azt szokták mondani, hogy van az a pénz, amiért az embernek korpás a haja, de van olyan, amit biztosan nem tudnék megcsinálni. És úgy gondolom, hogy az a rendezvény, amit nekem kell megszerveznem, annak benne kell, hogy legyen a lelkem annak a struktúrájában, és ha nem tudom beletenni, akkor inkább nem csinálom. Muszáj, hogy egy kicsit azonosuljak a szereppel, meg az egésznek a lényegével. Igen, ahhoz, hogy elég magabiztos legyél, biztos, hogy van szüksége az embernek egy harmóniára. Hogyan lehet ezt a harmóniát megteremteni? Nagyon sok munkával. Önértékeléssel, önkritikával, olyan társal és olyan környezettel, akikben maximálisan megbízik az ember. Mindenképpen ezt tartom a legfontosabbnak. Az én márka felépítése, például a rendezvényszervezésben, mennyire fontos? Mert tudod, van egy olyan mondás, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Így van. Fontos, mindenképpen próbálok a tökéletességre törekedni a munkám minőségében és a külsőségekben is. Tehát az, hogy milyen megjelenésű, milyen stílusú, az engem kell, hogy tükrözzön. Én egy őszinte embernek tartom magam, és azt akarom, hogy ez az őszinte tisztaság tükröződjön a munkámban is. Erre törekszem mindenképpen. Te egy precíz ember vagy. Így van. A precíz emberek általában időhiányba szenvednek. Akkor rendezvényen beleütközöl egy nem várt helyzetbe, akkor Istenem, mi lesz? Vagy próbálod ezt higgadtan kezelni? Mindenképpen higgadtan. Arra törekszem, hogy ne legyen káosz körülöttem, és ha már kezd kialakulni, akkor azon percen fékezem, és akkor most megnyugszunk, és megtaláljuk a megoldást, és kilábalunk belőle típus vagyok, tehát a probléma megoldó készségem az egész jól működik. Hiszel a sorsszerűségben? Maximálisan. Maximálisan. Úgy gondolod, hogy semmi se történik véletlenül? Nincsenek véletlenek. Én szent meggyőződésem az, hogy az embernek a sorsát, hogy hová jut és milyen úton jut oda, az nem a véletlenek szabják meg. Annak úgy kell történnie, hogy ha kacskaringós vagy rögös úton kell odáig jutni, akkor közben az úton lesz olyan, amiből tanulnunk kell, hogy az ember célt érjen. Te egy szerencsés embernek gondolod magad? Igen. Igen, az vagyok. Én is azt gondolom rólad, és taníts meg minél több embert élni és nem félni. Oké, azon leszek, köszönöm. Uraim, ne feledjék, éljenek a nők!